Az átadandó épületünk egy 46 hektáros arborétumot őriz, melyet az alai erdészek szintén kettős céllal hoztak létre. Egyrészt vizsgálták az itt elültetett egzótafajok, elsősorban fenyők viselkedését a kiváló zalai termőhelyi viszonyok között, másrészt a természet és ember kapcsolatát elmélyítő kulturált pihenést, ismeretterjesztést szolgáló objektumot kívántak megalkotni. Az épület terveit az általunk kiírt ötletpályázaton nyertes fiatal építész Várnai Bence készíthette el, míg a kivitelezést a BMT mérnöki ZRT végezte. Társaságunk részéről a projektvezetést és műszaki ellenőrzést Knausz Péter építési előadó kollégánk látta el. A fogadótérben található installáció a Patkó Stúdió Kft. Munkája, mely az erdei életközösség egy titokzatos elemét, a kalapos gombák világát mutatja be. Az épület és a kapcsolódó parkolóhelyek utak kivitelezési költsége 147 millió forint volt, melyet teljes mértékben a rendelkezésünkre bocsájtott tőkeemelésből fedeztünk. Ezúton szeretném megköszönni mindazok munkáját és segítségét, akik hozzájárultak a most átadandó létesítmény megvalósításához, ennek kapcsán előbb említett céljaink eléréséhez.